Köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok velünk az M3 Autóparkban, egy Dacia Sanderót nézzünk meg, egy magyarországi, 113 ezer kilométert futott, egygazdás, sérülésmentes, eredeti gyári fényű autóról van szó, ami rengeteg extrával szerelt. Rögtön be is csukom az ajtót, és akkor megnézzük, hogy mit látunk még itt először is a szemben lévő oldalon. Ugye van ABS-ünk, van menet stabilizátorunk, vannak légzsákok benne, minden szépen azonnal elalszik, ahogy az autót beindítottuk. Egy DCI motoros, nagyon alacsony fogyasztású, 4-5 liter üzemanyaggal megelégszik ez az autó. Ugye szervókormányos és állítható magasságú ez a szervókormány, ahogy az üléslap magasság is állítható. A zenéről ez a kis középkonzolon lévő egység gondoskodik, ezt lehet bővíteni ugye CD-vel, AUX csatlakozó, USB és Bluetooth-os, ott villog ez a kis jelzés, tehát a telefonunkkal is tud kommunikálni. Az autóban manuális klíma, 5 sebességes váltó van, és két oldalra találunk elektromos ablakokat, és a tükrök is ugye elektromosan állíthatók. Légzsákból 4-et találtam az autónkban, ugye oldal légzsákos, a kollégák pedig a gépkönyvét böngészték éppenséggel. Ti is tegyétek azt, ha eljöttök majd. Az autónak itt az elektromos tükörkapcsolója, nagyon szépek az ülései, nem egy lelakott darab, nem dohányzós, nagyon szép, tiszta, elől is, hátul is a jármű. Az autónk fehér színű, mint ahogy az látszik, 5 ajtós darabról van szó, aminek kellemes tágas csomagtere van, azt is rögtön nyitom. Benne a kötelező tartozékokkal, ugye, és az hátsó részen pedig izofixes kapaszkodók vannak benne a gyermekülés részére. Na és akkor nézzük a jobb oldalát. Amúgy nem volt fényezve, megmértem festékvizsgáló műszerrel, a szélvédője épp, nem kavicsos, nem repett, és a lámpatestek is rettentő szép tiszták, és a kötfényszóró is tökéletesen benne a helyén, és az is tiszta. Nem jutottam ki a motorháztetőt, ezt hihetettem. Mindig csinálok ilyen bakikat, gyertek el velünk a próbakörre, oda fogunk menni, azzal kezdünk, hogy kinyitom a motorháztetőt, és meghallgatjuk közösen ennek a kis DC motornak a hangját, aztán pedig a lovak közé csapunk, és visszajövünk ide a kereskedésbe. Oda is várunk benneteket szeretettel, addig is legyetek jók, a viszontlátásra!